Inkább sífutásra, mint labdarúgásra alkalmas időben tartotta az év első edzését Weber György a Városi Stadion műfüves pályáján. A délelőtti tréning előtt 22 játékos ültet szerelést. Már nem volt ott a keretben Pölöskei Péter, Heffler Norbert, Barna Szabolcs és Ács Ádám, akik távozása elé nem gördít akadályt a klub vezetése. A vezetőedző szerint az ideálisnak messze nem mondható körülmények ellenére el tudták végezni a tervezett munkát. Nagyon vártam személy szerint, hogy elkezdjük a munkát. Hát ez egy kicsit úgy tűnik, hogy keresztül húzta a számításainkat, de mégsem, mert a tervezett mai penzumot abszolút elvégeztük. Hát még nehezebb is így ilyen körülmények között. Hát bízom benne, hogy azért ebben a hát két napban, ami még van az indulás előtt, és négy edzés, azt azért nem térdig érő hóban kell elvégezzük. De hát szabadtéri sportág ez van, pontosan ezért nagyszerű feltételeket biztosított a tulajdonos úr ezzel a kétszeri edzőtáborra, szóval ilyenkor derül ki, hogy ez mennyire nagyszerű dolog. De hát nagyon jó volt elkezdeni a felkészülést. Harsányi Zoli kivételével mindenki teljes értékű munkát végzett, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív dolog, hogy gyakorlatilag a teljes keret elkezdte a munkát, és ez nagyon fontos, hogy egyforma állapotban legyünk majd a februári rajtra. Az október elején sérülést szenvedett Rudolf Gergely az elmúlt heteket rehabilitációs munkával töltötte, az év első edzésén pedig már ott volt a társai között a támadó. Nagyon örülök neki, hogy végre elkezdtem a csapattal együtt edzeni. Nagyon rossz ez időszak, amikor az ember így kívülről csak szemlélő, és nem tud a csapattal edzeni, nagyon hiányzott már. Úgyhogy még óvatosan kezdjük, és fokozatosan épülök be a csapatba, mármint a játékba. Amúgy mindent csinálok, és hát a lábom az hál' Istennek rendben van, úgyhogy bízom abból, hogy egy jó felkészülés után egy jó tavaszunk lesz. Új labdarúgó nem volt a nyíregyháziak között, de elképzelhető, hogy a tavaszi rajtig még bővül a játékos keret. Volt 3-4 név, akiket esetleg szerettünk volna leigazolni. Úgy néz ki, hogy ebből 2-3 biztos, hogy nem. Egy tárgyalás folyamatban van, én remélem az majd azért realizálódik. Holnap még fog érkezni egy harmadik kapus, tehát mindenféleképp 3 kapussal képzeljük el a tavaszt. De jelen pillanatban is, ha így marad a keret, minden posztra van 2 játékos, tehát gyakorlatilag versenyhelyzet is van. Ha sérülés, eltiltás van, akkor is tudjuk pótolni. Fiatalok is megvannak. Attól függetlenül középcsatárposztra szeretnénk igazolni, folynak a tárgyalások. A csapat hétfőn Törökországba utazik, ahol egy héten keresztül az erőt gyűjtik majd a játékosok. A hazautazást követően az első edzőmeccsét január 21-én hazai pályán a Kazincbarcika ellen játssza a Spari, majd Mezőkövesden, aztán ismét hazai környezetben a Hajdúböszörmény ellen játszanak Rudolfék. A második, februári törökországi túra programjában 4 felkészülési mérkőzés szerepel. Az első tavaszi bajnoki meccsen február 26-án Zalaegerszegen lép pályára Nyíregyháza Spartakusz.